Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, is köszöntöm az aréna mai vendégét, Hankó Balást, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért és Felsőoktatásért Felelős Államtitkárát. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Javában tart a felsőoktatási felvételi eljárás, vagyis a jelentkezés a 2023. szeptemberében induló képzésekre. Már december végén megnyílt a jelentkezési felület, szokásosan a felvé.hu oldalon, és egészen február 15-ig lehet beadni a jelentkezéseket. Mindezt teljes mértékben, immár már elektronikus formában, elektronikusan zajlik a felvételi eljárás. Ennek részleteiről és jó néhány idén, illetve jövőre várható változásról beszélgetünk majd a következőkben, de kezdjük most azért egy aktuális hírrel, mégpedig az Erasmus programmal kapcsolatos hírekkel több is napvilágot látott az elmúlt napokban ezzel kapcsolatosan. Az Európai Unió által finanszírozott Erasmus Plus csereprogram, ösztöndi programról van szó, és állítólag múlt év decemberével, hát ez egyelőre lezárulni látszik, mert hogy az alapítványi működtetésű magyarországi egyetemeket, már ezek vannak többség, többségben Magyarországon, Brüsszel kizárná ebből az ösztöndi programból, vagy lehetőségből. Mit lehet tudni egyáltalán a részletekről? Mi a brüsszeli kifogás elsősorban? Elsőként szeretnék mindenkit megnyugtatni afelől, hogy a 2023-ban folyamatban lévő, vagy a 23 tavaszán, vagy 23 őszén tervezett hallgatói, munkatársi, oktatási, mobilitási csereprogramok rendben vannak azok a továbbiakban is folyhatnak. Tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó keretszerződéseket Magyarország és a vonatkozó egyetemek beleértve a modellváltott intézményeket is még 2022 év végén megkötötték. És hát bízunk abban, hiszen egy kettős mérce is egy elfogadhatatlan dolog, amivel szembesülünk, hogy a 2023 évben történő keretpályázatok, melynek a bíráratára február végi jelentkezési határidő van, és május-júniusban kerül sor, addigra tisztázódnak ezek a kérdések, tehát így, a 2024 évi 25 évi programok is majd a továbbiakban az, ez folyhatnak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk pályázni, jelentkezni most is lehet, csak majd későbbi időpontban bírálják el ezeket a pályázatokat. Hogy egészen pontos legyek, az egyetemek a 23 évi keretekkel, pénzügyi keretekkel, pályázati keretekkel rendelkeznek, tehát a hallgatók 23 évben és az oktatók, munkatársak 23 évben nyugodtan részt vehetnek ezeken az Erasmus mobilitás csereprogramokon. Tavaly évben több mint 5000 vettek ebben részt, és mi ezt fokozatosan szeretnénk emelni, elérve majd meghaladva a 10 számot. Az új egyetemi pályázatok, amelyek majd a 24. negyedik hmm. évre fognak vonatkozni, ott kell február végéig pályázni Magyarországon, és az uniós bírálatra május-június környékén kerül sor, és addigra azt kell, hogy mondjam, hiszen, hiszen kettős mérce elfogadhatan az, az amit a magyar hallgatókkal, kutatókkal, kutatók, oktatókkal csinálnak, addigra ezt kell. De azt el. tudjuk pontosan, hogy mik a brüsszeli kifogások, mert ezzel kapcsolatban is azért ellentmondó információk vagy hírek láttak napvilágot. Legyünk tényszerűek, és hideg fejjel nézzük a tényeket. Magyarország 17 jogállamisági feltételnek kellett, hogy megfeleljen. Ebből két feltétel vonatkozott a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott intézményrendszerre, egyetemekre és kek alapítványokra. Ez a két feltétel közül az egyik az volt, hogy a közbeszerzési kötelezettség ezekre az alapítványokra és a fenntartott egyetemekre is kell, hogy vonatkozzon. Nota bene, ez a kötelezettség eddig is vonatkozott rájuk. Erre mondjuk egy tényadat az, hogy 2022-ben ezek az alapítványok és a fenntartott egyetemek 520 magyar, illetőleg uniós jogrend szerinti közbeszerzést ö, írtak ki. Tehát eddig is történt közbeszerzés, de az unió azt kérte ebben, hogy a közbeszerzési törvényben jelenítsük meg pontosan a, a Kekva egyetemeket, a modellváltott egyetemeket, beleírtuk a közbeszerzési törvénybe. Tehát eddig is rendben volt, 520 közbeszerzés rendben van. A másik feltétel az az összeférhetetlenségi Ez szabályokra a kurat vonatkozott, van. a kuratóriumok vonatkozásában és a kuratóriumi tagok vonatkozásában. <kül> itt pedig azért ö, tudok egészen konkrétat mondani ennek kapcsán, mert itt egy szó szerinti pontos veszőre leegyeztetett összeférhetetlenségi szabály került bevezetésre az ezt szabályozó törvénybe, még 2022. szeptember végével ez egy kétharmados szavazást igénylő törvény, úgynevezett sarkalatos törvény, az országgyűlés kétharmada ezt az összeférhetetlenséget, amely arról szól, hogy a kuratóriumi tagok, ha egy adott döntésnél gazdasági, pénzügyi, egyéb összeférhetetlenségük van, akkor azt jelezni kell, és annál a döntési pontnál nem vesznek részt a kuratóriumi döntésében. Ez Beépült a magyar jogrendbe. És olyan Mi? összeférhetetlenség nem volt ezek szerint, vagy nem volt olyan kitétel vagy elvárás Brüsszel részéről, hogy mondjuk kormánytag, aktívan politizáló személy ne legyen a kuratóriumokban? Az unió által erre vonatkozó hivatalos levelekben ilyen kitétel nem szerepelt pontosan az került leegyeztetésre, hogy ez az összeférhetetlenségi, mi úgy mondjuk, hogy dinamikus összeférhetetlenségi szabály, ez kerüljön a magyar jogrendbe bevezetésre. Bevezettük mi több? Tavalyi év végéig valamennyi modellváltott intézmény alapító okiratába ez az összeférhetetlenségi szabály bevezetésre került, azt vállaltuk, hogy évvégéig bevezetjük, és innentől, ez év január 1 ha kuratórium ülés van az adott intézményben, akkor a kuratórium követően a honlapon nyilvánosságra kell hozni, hogy az adott döntési pontnál mely kuratóriumi tagok tartózkodtak. Tehát Magyarország azokat a vállalásokat, a 17 vállalás közül azokat a vállalásokat, amelyeket kért az Európai Unió, Pontosan bevezette. És ennek ellenére, most az tavalyi évvégi levelében közölte az Európai Bizottság azt, hogy a politikus összeférhetetlenséget ö, kívánja megjelenteni, ami abból a szempontból ö, ö, különösképpen kettős mérce és diszkriminatív, hogy ha az Európai Uniót nézzük, vagy ha szerte nézzünk a, a világban, akkor számos olyan ö, egyetemi kuratóriumon van, ahol Politikusok, aktív vagy hmm. e, volt politikusok ülnek a, a kuratóriumban. Gondolhatunk itt akár az Egyesült Államokban a JEL a Egyetemre, vagy gondolhatunk számos német, osztrák, belga, francia egyetemre is. Hát meg ráadásul, ugye csak teszem hozzá záró ott vannak ezek az alumni programok, amik ezt a kapcsolatot például az ott végzett, egykor ott végzett, hallgatók, és azóta már valamilyen üzleti, vagy akár politikai pályán befutott emberek egyetemi viszonylatát veti egybe. és, és és tényleg, ha tovább elemezzük ezt az egészen, e, azt mondom, hogy példátlan e, e, intézkedés, ami, amit tavaly évvégén e, levélben közölt a, a bizottsága vonatkozó döntés alapján. Nézzük meg mondjuk a vidéki nagy tudomány egyetemeket, mert ezt mindig szokták hangsúlyozni. Szegeden például a kuratórium elnöke a Szegedi Egyetem volt rektora. De ugyanezt tudjuk mondani a Pécsi Tudományegyetemről Egyetemről, ahol a kuratóriumban, még az ötfős kuratóriumnak a kuratóriumi elnök volt rektor mellett tagja az egyik ö, ö, akadémikus professzora. Ha megnézzük a Debrecen Egyetemet, ott az öt kuratóriumi tag közül három, az egyik az, az egyetem jelenlegi rektora, két akadémiai professzor van, de a Szemmelweis Egyetemen is mm. sorolhatnám végig azokat az egyetemeket. Igen, de hát azért ott vannak politikusok is, már jól tudom, akkor ugye a Miskolci Egyetem kuratóriumában ott van Varga Judit igazságügyi miniszter, a Győri Egyetemen Szijjártó. De Én hogy az egész modellváltásnak az emlisztem. volt a feladata, hogy akadémiai, Pénzügyi, mm. üzleti, szemléletmóddal rendelkezőek, és mondhatnám tovább e, Csányi elnök urat, és sok más olyan meghatározó üzleti szereplőt, e, aki a modell váltott kuratóriumi vezetésben benne vannak, és közéleti személyiségek, vannak polgármesterek is, mm. e, például, amely, a, akik a, a kuratórium tagja, éppen Miskolcon hagyj említsem a Miskolci polgármestert, aki szintén a, a, a kuratórium tagja. nyilván olyanok, akiknek van kötődésük vagy a városhoz, vagy az egyetemhez, vagy a Régióhoz. És ez a modellváltás lényeg, és ha a világon ha megnézzük, hmm. ezeknek a, az alapítványi egyetemeknek ez a lényege, hogy az egyetem és az őt körülvevő, nevezhetjük társadalmi-gazdasági hmm. ökoszisztémának környezet, egy szerves együttélésben segítse az egyetem oktatás, az egyetem kutatásának a gyakorlati érvényesülését. Most vélhetően vagy várhatóan mi lehet a magyar kormány válasza majd mindenre? Szigorítják ezeket az összeférhetetlenségét? A kormány szabályban? értetlenségét fejezik ki biztos úrnak és biztos asszonynak a vonatkozásában, hogy egy ilyen váratlan döntést hoztak, és egy ilyen szigorú döntést hoztak, hiszen a magyar hallgatókkal akarnak diszkriminatív alapon ezen Erasmus programok kizárásával, vagy más direkt uniós pályázati források hozzáférésével korlátozni. De ha megengedi, akkor még egy elemet ö, ö, hangsúlyozni szeretnék. Ugye folyamatosan ö, megjelenik az is, hogy az akadémiai szabadságjogoknak a, a, a sérelme. Ehhez két megint tény megközelítést alkalmazunk. A modell váltott intézményeknél, Elemeztük, megnéztük és Amúgy a teljesítmény alapú modellnek a lényege, hogy a publikáció, azaz a tudományos teljesítményük úgy változott, hogy a modellváltást követő évben összességében 18 kal nőtt a tudományos teljesítmény, és a legjobb nemzetközi lapokban 26 kal nőtt a tudományos teljesítmény. És persze, különösen érzékeny a társadalom bölcsészettudományok művészet törlete, ott ez a növekedési arány 13 és 16 volt. Tehát azt állítani, hogy a tudományos élet korlátozva lenne Magyarországon, miközben az alaptörvényben rögzített autonómia van, az egy nagyon súlyos félreértelmezés. Mi több? Ha a bizottság ismerné a magyar vonatkozó szabályozást, akkor azt is tudnia kellene, amúgy megjegyzem, a Helsinki Bizottság honlapjára mutat az a döntés, amely alapján az Erasmus kizárás próbálják megérvényesíteni. Na no, de visszatérve a magyar szabályozásra, az egyetem szenátusa az egyetem választott autonóm testülete. Az egyetemeknek Úgynevezett intézményfejlesztési tervet kell elfogadniuk. Ebben rendelkeznek a kutatásról és az oktatásról. Ez a döntés a szenátus teljes hatáskörében van. Tehát innentől a tények egészen mást mutatnak mint az Európai Bizottság vélelmei, amely, ahogy említettem, súlyosan diszkriminatívan érinti a magyar hallgatókat, a magyar kutatókat, és az egyre jobb teljesítményt mutató magyar felsőoktatás egészét. Összességében is egyrészt ezt a témát akkor le is zárva a zajlanak és tartanak egyeztetések. Akkor Itt van. ezek szerint az Európai Bizottság és meggyőződésünk az, keresve azt, a megoldást. Meggyőződésünk az, hogy megoldás lesz tekintettel arra, hogy a tények egyértelműen bizonyítják azt, hogy a vállalásokat a Magyarország teljesítette, és az akadémiai tudományos élet a szabadsága biztosított Magyarországon, és hátrányos megkülönböztetés nem érheti a magyar hallgatókat más uniós hallgatókhoz képest, nem érheti a magyar kutatókat más uniós kutatókhoz képest. Hiszen ezek élő együttműködések, a tudományos világ az együttműködésről szól, a konzorciumokról, a pályázatokról, arról, hogy együtt, együtt gondolkodik a magyar, a német, a belga, a francia kutató. Igen, jó is, hogy említette a kutatást, mert ugye ezt nem mondtuk itt a bevezetőben, hogy az Erasmus Plus csereprogram vagy ösztöndi program mellett a Horizont Európa kutatási programot is érintik a brüsszeli kifogások, úgyhogy nyilván, hogy ez is egy fontos kutatási terület. Hasonló ö, szempontokat vélelmez a bizottság. De az, akkor is is. az egyeztetések, Természetesen. Ez, a, ez a, program is vélhetően, és reményeink szerint azért folytatódhat majd. Érjünk is át akkor a felsőoktatási felvételikre és a felvételi eljárása, hiszen ez most is zajlik jelenleg, és ugye, ahogy említettük, február 15-éig mindenkinek lehetősége alkalma arra, hogy jelentkezzen felsőoktatási intézménybe. A minisztérium közleményében az olvasható, hogy rugalmasabb felvételi rendszer jön vagy jött létre. Mi az, ami változik most a felvételi eljárásban? Ha megengedik, itt is egy elvi megközelítéssel kezdeném. A magyar felsőoktatás átalakítása egy versenyképesebb, rugalmasabb felsőoktatás, aminek a lényeg az, hogy az egyetemi autonómia, nő az egyetemi autonómia kibővül. Eddig a felsőoktatás egy szabályozott minden pontra ö, szabályrendszert meg, ö, kialkotott, és adott szabályrendszerre vonatkozó intézményi, egyetemi, felvételi érettségi pontokat tartalmazott a maximum 500 ponttal. De Ma a hallgatók 80%-a vagy az előbb említett modellváltott intézményekre, vagy az egyházi fenntartott intézményi körbe jár. Tehát logikus lépés, hogy nagyobb szabadságjogot kell adni autonómiát az intézményeknek. Ahogy mondjuk, ahol a lehetőség, legyen ott a felelősség. Ezért megkérdezve az oktatókat, hallgatókat, leendő hallgatókat, két lépésben tettük rugalmasabbá a felvételi rendszert, megtartva azt a keretszabályozást, amely fontos. 2023-ban, tehát az idei felvételi rendszerben megtartva az 500 pontot, megtartva azt, hogy az oktatási hivatalon a felvihu keresztül történik a koordináció, megtartva azt, hogy hat helyre lehet jelentkezni, három lényeges változás történt. Az egyik technikainak tűnik, de fontos, teljes mértékben elektronikus lett a felvételi. Hát lá... egy, egy mobiltelefonról akár? É, éppen ezt, lehet ezt akartam a mondani, a látva otthon a gyermekeinket, mm. tudom azt, azt mondani, hogy ami ma nincs ebben a korosztályban a mobiltelefonon, az <laughs> szinte azért, nem igen. létezik. Tehát mobiltelefonon keresztül megfelelő applikációval lehet jelentkezni. Ez egy fontos, ám technikai változás. A másik, hogy eddig kötelező volt az emelt szintű érettség, és mi azt mondtuk most az intézményeknek, hogy az adott intézmény az adott képzési törletén dönthet arról, hogy emelt szintű vagy középszintű érettségét kér. Illetve eddig Állami szabályozó rendszer mondta meg azt, hogy az adott képzési területeken mi a minimum pontszám. Az új szabály azt mondta, hogy döntsenek róla az életemek, döntsenek az adott képzési törleten, Sőt, az, az adott egy régiónak megfelelően. Volt egy, egy jogszabályban rögzített határ, ami alatt nem is lehetett bekerülni a felsőoktatásba. Ugye ez volt az a bizonyos <laughs> 280 pont. Igen, és ez voltak sincs olyan... Most már. Nincs most már, de voltak olyan képzések, ahol 300-340 ponton került ez meghúzásra. Itt is az intézmények dönthetnek arról, hogy milyen minimum minimumpontot alkalmaznak. Tehát ezek... Ezek meghatározó változások a február 15-i jelentkezés határidővel lévő felsőoktatási felvételében, de, de vannak egyéb ö, olyan szempontok is, amelyek most jelennek meg újdonságként a felvételében. Tavaly évvégén szintén az egyetemi autonómia erősítéseképpen egy olyan szabályozás életbe lépett, hogy az egyetemek, amelyek megfelelő akreditációval rendelkeznek, szabadon indíthatnak mesterképzéseket. Éppen ezért az új felvételiben már, mint a Corvinus Egyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem Egyetem esetében, is sorolhatnám tovább az egyetemeket, lesznek Egyéves mesterképzések. Ami pedig Ezek gyorsabban is elindíthatók? Mert azért ennek az akkreditációs folyamata, ha jól tudom, akkor korábban azért elvitt azért másfél-két el, másfél, két év két év két éve. Most pont arról van szó, hogy az az intézmény, amely megfelelő akreditációval rendelkezik, az az intézmény azonnal előzetes akkreditáció nélkül ezeket a mesterképzéseket elindíthatja. Azzal, hogy három éven belül kell a Magyar akkreditációs Bizottság akkreditációját megszerezni. Mit tettünk ezzel? Sokkal rugalmasabbá, gazdasági, piaci elvárásoknak való megfelelősége, gyorsabban reagálóvá tettük a magyar felsőoktatást, így tehát már számos ilyen mesterképzési szakra is lehet jelentkezni a magyar felsőoktatásban, <kül> hol még talán azt emelném ki, hiszen szóval a nyelvi kompetenciák is mindig kérdésként felfelvetődnek, hogy a, 148 ö, olyan képzés indul ö, a felsőoktatásban, amelyre lehet jelentkezni, ami angol nyelven van, és ö, 8 ö, ilyen képzésünk van, amely német nyelven indul, tehát a magyar felsőoktatás nemzetközi is ö, zajlik ebben. Szóval ez a 2023-as felvételi. Igen, de hogyha, bocsánat, hogy egy kicsit megakasztom, de ha ezeket most így számba vesszük, tehát, hogy nem kell emelt szintű érettségi kötelezően a felsőoktatásba bejutáshoz, nincs minimum pont határ a felsőoktatásba bejutáshoz. Az már korábban ugye kikerült a rendszerből, hogy nyelvvizsga, mert korábban volt egy ilyen terv is, hogy már bemeneti követelmény is a felsőoktatásba, a nyelvvizsga most már kimeneti követelményként követelmény sincs ott. Ha ezeket így egymás mellé rakjuk, akkor nem aggódhat az ember, hogy ez egyfajta visszalépés? Amikor arról beszélünk, hogy minőségi felsőoktatás, versenyképes felsőoktatás, akkor nem kell attól tartani, hogy a követelményszintből való visszalépés az egyúttal visszalépés a minőségi felsőoktatásban? Azért nem, mert mindeközben pedig olyan teljesítmény szabályozók is a felsőoktatási rendszerben az úgynevezett teljesítmény alapú finanszírozás megjelenik, amelynél az intézmények a, a hallgatói előrehaladást, a hallgatói megfelelést, az időben történő végzést segítik elő. Tehát azt lehet mondani, hogy egyszerre biztosítjuk a rugalmasságot, a képzési való megfelelést, és egyszerre biztosítjuk azt, hogy ebben a megváltozott, rugalmasabb felsőoktatási struktúrában a minőség irányába lépjünk jelentősen előre. Mert gondolom, hogy úgyis ez nyilván egy elméleti dolog, amiről én most beszéltem, mert nyilván a Corvinus Egyetem legnépszerűbb szakjaira egyébként sem lehet bejutni 400 pont alatt, tehát hiába van most az a törvényi rendelkezés, hogy 280 pontot nem kell elérni, de hát a jobb egyetemekre valószínűleg úgyis csak emelt szintű érettségivel, és a 280 pontot jócskán meghaladó teljesítményen lehet csak bejutni. Ez természetesen így van, viszont érdemes beszélgetnünk a 2024 évi változásokról is, mert ami 23, majd a következő mert ugye a Két eljárásban. lépésben tettük meg ezt, kellő felkészülési időt biztosítva, hiszen 2024 év Ben, ahol 2024. február 15-e lesz a jelentkezési határidő, ezzel nem árulok el nagy titkot. Addig További változások lesznek a felvételiben, ami már most, amúgy a felvi.hu-n elérhető. Tehát ahova jelentkezni szeretne majd, vagy érdeklődési tülete van a leendő felsőoktatási hallgatónak, a felvi.hu-n tudja keresni az adott egyetem adott képzési Ezek megvannak ezek a, a rögzített szempontok. Ezek az rögzített... egyetemi követelmények, mert jól tudom, akkor tavaly szeptember végéig kellett rögzíteniük az egyetemeknek, hogy milyen követelmények mentén veszik majd fel a hallgatókat 2024-től. Így van a két éves átmenetet biztosítva, amelynél ugye az egyetemeknél ez elérhető volt, de most már az oktatási hivatalnál a felvihu keresztül kereshető formában érhető el a 2024-től érvényes felvételi rendszer, mely további rugalmas elemeket tartalmaz. Ugye 500 pont a felvételi, megmarad, az felvételi, az megmarad. Ebből az első 100 pont a tanulmányi pontokat foglalja magában, ahol kötelező a magyar matek történelem idegennyelv, az ötödik tantárgyról az egyetem az adott képzési töreten dönt. Érettségi következő pontja kötelező a magyar, matek, töri idegennyelv, de az ötödik érettségi tantárgyról szintén az adott képzési töreten az egyetem dönt. Aztán van az a 200 pont, amely tulajdonképpen a felvételi érettségi tárgy. Egy érettségi mátrixból szintén az egyetem az adott képzési töreten dönt, hogy mely tárgyakból, és emelt vagy középszintű ö, érettségit követel meg. Itt még egy olyan változás történt, és itt mindjárt kitérek arra, hogy miért fontos az emelt szintű érettségi, míg ennél a pontnál egy középszintű érettségi százalék, az 0,67 század pontot fog jelenteni, addig egy emelt szintű érettségi százalék egy pontot fog jelenteni. Tehát a 200 pont úgy lesz elérhető a hallgatóknak, ha két emelt szintű érettségiből 100%-ot teljesít. Ha valaki egy emelt szintű érettségiből, egy, egy középszintű érettségiből teljesít 100%-ot, az 67 pontot fog jelenteni. Tehát érdemes emelt szintű érettséginél maradni. Valamint, és itt jön a legnagyobb változás, a fennmaradó 100 pont, az 500 pontig, az pedig intézményi pont lesz. Az intézmények döntenek arról, hogy... Teljesen szabad kezet teljesen szabad kezet. Van-e szóbeli? Van-e motivációs interjú? 18 intézmény ezt választotta, pontosan azért, hogy ezokat a, a további attitűdöket hivatástudatot és sok más szempontot... Ö, tudjanak vizsgálni, fontos lehet az adott képzési tületen. de A nyelvismeret, az önkéntesség, a munkatapasztalat, a, a sporteredmények, a tanulmányi versenyek, a regionalitás és más más, más szempontok. Kor korábban ezek is jártak pluszpontok, de azok most integrálódnak tulajdonképpen ebbe a százpontos rendszerbe. Tulajdonképpen az eddig az állam megmondta, hogy miért hány pont jár, uh -huh. itt pedig azt mondjuk az intézményeknek, hogy ebben a 100 pontban intézményi döntés az adott képzési töreten, hogy az adott képzéshez az adott intézményi arcélhez, az adott intézményi profilhoz milyen többletpontokat Tehát kíván Tehát mindez azt alkalmazni. segítheti, hogy mondjuk az egyetem megtalálja az oda leginkább megfelelő hallgatót, illetve a hallgatók számára, hogy megtalálják a, legmeg, a számukra a legmegfelelőbb képzési Ez, ez így van, a gyógyszerészi mi voltomat nem feledve azt mondhatnám, hogy alakuljon ki a kellő kémia <laughs> a, a hallgató igen. és a, az intézmény között, tehát pontosan ezt szolgálja a megváltozott felvételi rendszer. Fontos még az, hogy viszont az önkéntes katonai szolgálatért fél év alapkiképzés 16 pont, teljes kiképzés 32 pont, teljes évre pedig 64 plusz pont jár, Ez az 500 ponton belül mindenkinek biztosított pluszpontot jelent. Ennek kapcsán azért szóba kerülhet az is, hogy mert ugye beszéltünk arról, hogy az egyetemek már a felvi.hu-n közzétették azt, hogy milyen szempontrendszer szerint Ér, érvényesítenék a, a továbbolás vagy a felvételi eljárást. Ugye a személyes találkozás vagy a konzultáció lehetősége vajon mennyire fontos? Mert hogy a bolonyai rendszer nyomán a kétszintű érettségével gyakorlatilag ennélkül kerülnek be, egy személyes találkozás nélkül kerülnek be. A hallgatók, az általuk választott egyetemre Jó lehet bizonyos területeken azért ez hiányozhat, gondolunk itt a, a pedagógus képzésre, a pszichológus képzésre, de talán még az orvos képzést is idevehetjük. Vajon most ez hangsúlyosabb lehet majd az egyetemek esetében ez a személyes találkozás, vagy ez a személyes beszélgetés? Tulajdonképpen, amikor. Ö, ö, Mind a leendő hallgatókat, hallgatókat, egyetemeket megkérdeztük a felvételi átalakításáról, akkor ez egy fontos szempont volt, hogy a, az új felvételi rendszer teremtse meg a lehetőséget a leendő hallgató és az egyetem közötti találkozásra. 18 olyan intézményünk lesz 2024-től, amely felvételi elbeszélgetést vagy felvételi szóbeli találkozás után, vagy pluszpontot fog ebből a százpontból biztosítani a, a, hallgatóknak amiben az orvosképzés is szerepelteti magát, a, a pedagógus képzés is, is jelen van. És itt tulajdonképpen az válik lehetővé, hogy vannak olyan soft skill vannak olyan attitűdök, amely fontos, hogy a felvételi elbeszélgetés során kiderüljön, hiszen, hiszen az egyes hivatásokhoz ez igenis szükséges, vagy mondhatok egy, egy, egy példát, amelyet az egyik ö, egyetem ö, vezetője mondott, hogy fontos a matek emelt szintű érettségi egy, de hogyha én menedzsert, típusú hallgatót szeretnék, akkor én azért szeretnék pluszpontot adni, ha ő éppen egy kosárlabda a csapatnak a csapatkapitánya, vagy valamilyen más sportban csapatkapitány, és látszik, hogy hallgatnak rá és viszi a csapatot, hiszen, hiszen ez egy olyan vonzó képesség, amely az adott képzési területen és a képzési munkerőpiacon fontos lehet számunkra. A e felvételi eljárásbeli várható változásokról 2023-tól, 2020. 2024-től várható változásokról beszélgettünk, de ha jól emlékszem, akkor tavaly decemberben elfogadotta az országgyűlés egy módosítást is a felsőoktatási törvényhez kapcsolódóan. Az tulajdonképpen ezeket a, felvételihez kapcsolódó módosításokat rögzíti, vagy azért van több hangsúlyos elem is ebben? A felvételére vonatkozó módosítások azok még tavaly nyáron egy kormányrendelet módosítással a konzultációt követően jelentek meg. Így tudtuk szeptembertől, tavaly hmm. szeptembertől ezeket a módosításokat az intézményeknél megjelentetni. Az évvégi felsoktatási törvénymódosításnak a hangsúlya Szintén arról szólt, hogy az intézmények ö, saját maguk kezébe vegyék a, a jövőjüket. Néhány dolgot emelnék ebből ki. Sokat beszélgettünk a nyelvi készségekről, nyelvi kompetenciáról. Azt mondtuk, amúgy ez egy Európában, egyedül Magyarországon volt kötelező a nyelvvizsga a, a diploma esetében, azt mondtuk, hogy az adott felsőoktatási intézmény az adott képzési törletére vonatkozóan döntse el, hogy milyen nyelvi kompetenciát kér. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem kell nyelvismeret, pont azt mondjuk, hogy kell nyelvismeret. Amúgy Csak a papír a, nem fontos. A ez? papír nem, uh -huh. nem fontos, a nyelvvizsga papír nem fontos. Persze hogy egy intézmény úgy dönt, hogy nyelvvizsgát kér, akkor kérhet, az ő döntése hiszen azért a nyelvi készségek, a nyelvi kompetencia irányába mondjuk ha valahova felvételizik, akkor ott a felvételének egy része a vonatkozó idegen nyelven zajlik, és ebből mérik le, hogy, hogy mennyi, milyen nyelvi kompetenciával rendelkezik, vagy akár azt is mondhatnánk, hogy innentől a képzési rendszer része lesz az, hogy az érettségit követően, Persze az érettséginél a nyelvi érettségi megmarad, amúgy már a tavalyi évben 22 ezeren emelt szintű nyelvi érettségét tettek, ami a két évvel azelőtti ez pont a duplája, tehát a nyelvi készségek fejlődnek, hanem azt mondjuk, hogy az adott képzési törleten vagy a, a, nyelvi lektorátusok, vagy ami talán még jobb, az adott tantárgyba legyen olyan szaknyelvi, idegen nyelvi ismeretbe építve, amivel fel tudja az adott idegen nyelven dolgozni a szakirodalmat, és utána eznek ennek kapcsán szintetizálni képes, vitaképes, előadó képes. Tehát ez az, amit a, az adott képzéseknél, a nyelvi kompetenciáknál biztosítanunk kell. Amúgy az oktatási hivatal legutóbbi kompetencia felmérés alapján tíz hallgatóból kilenc hallgató ö, megfelelő nyelvi kompetenciákkal rendelkezik. Ezek jellemzően a, az angol nyelvi kompetenciák, értem szerenem, bizonyos képzési töreteken az adott más nyelv ismerete fontos lett. Tehát az egyik, ez a nyelvi vagy nyelvi kompetencia kérdéskör volt. A másik arról már beszéltünk a, a felvételi kapcsán, hogy a megfelelő kiválósági akreditációval rendelkező felsőoktatási intézmények az eddigi másfél-két éves, mesterképzési indítás esetében előzetes akkreditáció nélkül elindíthatják ezeket hmm. a mesterképzéseket. Ez is, is egy rugalmasabb. Ez is azt jelenti, hogy van egy munkaerőpiaci igény, gyorsan, persze megfelelő, ha van alapképzése az adott intézménynek azon a területen. van mesterképzése, tud indítani egy olyan mesterképzést. Valóban az... lehet egy egyetemnek ilyen gyorsan reagálni a munkaerőpiaci trendekre vagy folyamatokra? Hát erre én most azt tudom mondani, ha tehát az egész struktúrált alakításnak ez a lényege, hogy éljen együtt a, a piaccal az egyetem. Valamilyen módon azért az egyetemnek a jövőképességet kell tudni meghatároznia. Ennek pedig feltétele az, hogy tudjam, hogy mi és milyen irányba fejlődik, és ha lehet, ezt alakítsam is. Tehát ha most mondjuk azt látja az egyetem, hogy Magyarország gazdaságában vagy az egyre meghatározóbb mondjuk az akkumulátorgyártás az elektromos autókhoz, akkor, akkor mondjuk gyorsan megpróbál indítani egy akkumulátormérnök Pontosan gépzést. ez történik. Pontosan ez történik. Ez vagy éppen, meg is történik? Igen, vagy éppen mondok egy másikat, az egyik egyetem esetében a kibervédelem esetében mesterképzési szakindítás történik. Vagy adattudomány hát, esetében... Kell azért oktatók, kell egy oktatási portfólió, Persze, kell azt tananyag, tehát, ami... Tehát ugyanúgy az úgynevezett képzési kimeneti követelményeket össze kell állítani, Igen. tehát ennek meg kell lennie, de innentől az az elhúzódó akkreditációs minisztériumi jóváhagyási folyamat, ami másfél-két év volt, az innentől ezeknél az, ezekben az esetekben nincs. Talán még az évvégi törvénymódosításból hangsúlyos lehet az, hogy a digitalizálódó felsőoktatásban bevezetésre kerül a videótartam kezelő, ugye a COVID időszakában mm. volt ilyen, de ez innen olyan videótartamkezelő lesz, ahol a, az előadás egyszerre nézhető, a érthető, animálható, mi több. Az előadó szóbeli előadása kereshetővé válik és jegyzetelhetővé válik. Tehát igazi minőségi erőrelépés van valamint az Európai Unió egyre inkább a rövid ciklusú képzéseket helyezi előtérbe, felnőtt képzés, szakképzés, felsőoktatás esetében is, és ezért bevezetjük az úgynevezett mikrotanúsítványokat, amit egy kicsit úgy kell elképzelni, mint egy, egy patchworköt, hogy, hogy bizonyos képzési egységekből tehet össze a, a kredit és a kreditelismerés, és ezáltal segíti szintén a gazdasági megfelelését annak, hogy olyan rövid ciklusú képzési tartamok jelenjenek meg, amelyek a változó gazdasági világnak való megfelelést tudják így biztosítani. És ha már rugalmasságról beszélünk, akkor a tanév 10 hónap helyett 12 hónap lesz, és a fél év maximum 5 hónap. Ez egyrészt amikor ezt elindítottuk, akkor még nem gondoltuk azt, hogy az energia mm. szempontból is lényeges lehet, viszont ezáltal lehetővé válik a nyári. Ö, szemesztereknek a bevezetés. Ezáltal lehetővé válik, hogy akár. Szóval ö, az egyetemek oszthatják be. Hogy így van, mikor hogy akár trimeszter is ö, ö, indítható legyen ö, adott képzési töreten. Tehát ez is a versenyképességet, rugalmasságot kívánja szolgálni. Ez zajlik tehát a felsőoktatási felvételi eljárás, és nyilván ilyenkor nagyon sokak számára, akik a felsőoktatásba készülnek, nagyon fontos a, a, tájékozódás, ezt nyilván meg is teszik a felvi.hu oldalon, de most ugye január 11-én beszélgetünk, épp az edukáció nemzetközi oktatási szakkiállítás előestéjén, és gondolom ez is egy fontos tájékozódási lehetőség a, a hallgatók vagy a fiatalok számára. Ha, ha megnézzük a top 3-at, akkor a felvi.hu, az Edukáció szakkiállítás, ami január 12-13-14-én lesz a Hungexpo, tehát három napig, é, valamint a családbarátok, ismerősök, tehát Igen. ez a három fő információforrás, de ami az Edukáció előnye, na hogy ott minden egy helyen van, hiszen tehát valamennyi felsőoktatási intézmény, felső sőt, intézmény valamennyi Kárpát-medencé magyar felsőoktatási intézmény ott lesz ezen a 20 ezer négyzetméteren a, a Mung az edukáción ott lesznek a munkaerőpiaci ö, szereplők, és ezeken ott lesz az oktatási hivatal, amely oktatási hivatal mm. ö, a felvételi szabályok változásában segíti a hallgatókat, és most az idei évben válasz egyetemet, válasz karrier a kulturális és innovációs minisztérium, amelynek a standja pont a bejáratnál lesz, tehát a, a hallgatók a, a Kultúrás és innovációs minisztérium is standján haladnak keresztül, viszont mi pályorientációval készülünk. Uh -huh. Tehát hogy ott pályorientációs szakemberek segítenek abban, hogy a hallgatók meg tudják valósítani céljaikat egy helyes és jó képzési egyetem választással. És utána az egyetemi standokon nem csak az oktatók, a kutatók vannak ott, ott vannak a hallgatók is. Tehát meg lehet kérdezni egy adott hallgatóktól, hogy milyen jó dolog egyetemistának lenni ma Magyarországon. És hát a tavalyi évre visszaemlékezve, és hát látva az idei készületeket, lesz ott minden. Tehát ö, ö, virtuális valóság, ö, 3D nyomtatás, élelmiszer, ipari fejlesztések, harci eszközök bemutatása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél, színpad a Színház és Félművészeti Egyetemen. Tehát számtalan olyan dolog, amely, amely egy igazi felsőoktatási seregszemlés bemutatja azt, hogy a felsőoktatás hogyan mutat Magyarország innováció képességére, jövő képességére. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit az edukációra. Érdekes egyébként, a hőok készített egy felmérést, és ebből egy reprezentatív kutatás, és ebből az derül ki, hogy diákok közel egyharmada változtat felsőoktatási jelentkezési sorrendjén döntően a kiállításon kapott információk nyomán. Tehát nyilván nem egy képzési szakirányt változtatnak, hanem az intézmények rangsorában azért módosítanak. Tehát ezért is nyilván fontos a kihálításon való részvétel. Verseny van a hallgatókért, verseny van a magyar hallgatókért, és ez jó, mert ez a felsőoktatás színvonalát emeli. Előnyt élveznek vélhetően a hallgatók szempontjából a modellváltott egyetemek. Ugye szó volt már arról, hogy a hallgatók kétharmada már modellváltott alapítványi formában működő egyetemen tanul. Szempont lehet ez is a felvételi jelentkezésnél, hiszen azért az elmúlt időszak kommunikációjából talán sokak számára az derülhet ki, hogy ez lett a sikerzálog, mert hogy ezek a minőségi oktatás, a versenyképesség letéteményesei. Összességében azt látjuk, hogy a magyar felsőoktatás versenyképesebbé vált az elmúlt évek során. Itt egyetlen egy lényeges adatot emelnék ki. Négy évvel ezelőtt, hét, két éve, kilenc, most tizenegy felsőoktatási intézményünk van a világ legjobb 5 százalékában 28 ezer felsőoktatási intézmény van a világban, a legjobb 1400-ban 11 felsőoktatási intézményünk van. Természetesen az... szükségeltetett a modellváltás? Szükségeltetett a modellváltás, a versenyképesek rugalmasabb struktúra, és szükségeltetett a teljesítmény és minőség alapú finanszírozás, amely a hallgatói előrehaladást, a publikációs teljesítményt, a nemzetközi esítést, a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű hallgatóknak a felzárkóztatását és a sporttevékenységnek az aktivitását elősegítését helyezte előtérbe. Ezzel egy jobb, versenyképesebb felsőoktatásunk van, ráadásul olyan, ahol azt lehet mondani, hogy a hallgatók 82%-a állami ösztöndíjas helyjel kezd. Tehát ez azért Európában és világviszonylatban is kiemelked, hogy 10 hallgatóból a magyar felsőoktatásban 8 állami ösztöndiás lesz. Persze ez képzési tületenként más és más, mert egy orvosnál, egy pedagógusnál közel 100 egy gazdaságtudománynál 50-50. De ez azt is jelenti, hogy még nő is a, a ösztöndíjas hallgatói keret, vagy az ösztöndíjas hallgatók létszáma? Ezt az el, kifejezetten azt próbáljuk elősegíteni, hogy vannak olyan képzési törletek, nevezhetjük ezt STEM-nek, de inkább mondjuk, hogy matematika, természettudomány, informatika, mérnöktudomány, agrártudomány, orvosegészség, tudományi törletek, ahol a magyar gazdaság, a magyar társadalom elvárás igénynek megfelelően folyamatosan növeljük a finanszírozott állami ösztöndíjas helyeket, és egy MTMI uhum. fordulatot, egy STEM fordulatot kívánunk elérni ebben, hiszen ez a Magyarország jövőképességi sikerének az egyik záloga. De azt kell, hogy, azt kell, hogy mondjuk, hogy mindezek mellett, tehát az állami ösztöndíj mellett is van 33 egyéb ösztöndíj programunk, szociális, tanulmányi és egyéb ösztöndíj, amivel 72 milliárd forinttal 170 ezer hallgatót, tehát a hallgatói közösség nagy részét elérjük. Tehát egyre javulóbb, egyre jobb, egyre versenyképesebb a magyar felsőoktatás. Jó a egyetemistának lenni Magyarországon? 21 modellváltott egyetem van jelenleg Magyarországon, de hát azért ugyanakkor itt vannak nagymúltú egyetemek, például az ELTE, a BME, a Budapesti Műszaki Egyetemek, amelyek maradtak, és hát vélhetően a jelek szerint maradnak, és állami fenntartásban hagyományos működtetés mellett. Feltételrendszerben, működésükben, vagy akár anyagi feltételekben ők is azért megkapják ugyanazokat a lehetőségeket, vagy van, külön, van bármiféle különbség az alapítványi modell szerint működő egyetemek és a hagyományos állami fenntartásban működő egyetemek között? A legalapvetőbb különbség az az, hogy az állami egyetemeknél az állami fenntartás biztonsága biztosított. A modellváltott intézményeknél eljött egy 25 éves keretmegállapodás, melyet az állammal kötnek, és, uh -huh. illetve egy 6 éves közfeladat finanszírozási szerződés van azok a fejlesztési források, amely fejlesztési források pedig a felsőoktatás előre menetéléhez szükségesek, biztosítottak a pályázatok alapján mind az állami, mind pedig a modellváltott intézményrendszerre. A teljesítmény és minőség alapú finanszírozás esetében pedig egy olyan plusz forrás bevonzást teszünk lehetővé a modellváltott intézmények esetében, amelyel a publikációs teljesítménnyel, az oktatási-kutatási teljesítménnyel lehet előrelépni, ugyanakkor a fejlesztési források esetében, az innovációs ö, alapnál jelentős kutatási támogatások biztosítottak. Ez az a el, Ez azért fontos szempont, vagy meghatározó szempont az állami fenntartású egyetemeknél is, mert ugye arról beszéltünk már korábban is, hogy a modellváltott egyetemek esetében ez a teljesítményelv tulajdonképpen a finanszírozásban is meghatározó. Tehát itt az állam egyfajta megrendelői szerepbe kerül az egyetemekkel szemben. De hát azért nyilván a, a teljesítmény, a minőség az állami fenntartású egyetem Egyetemek esetében is fontos lehet. Csak az egyik esetben az állam, mint megrendelő rögzíti ezt egy szerződéses viszonyrendszerben, az állami egyetemek esetében pedig a teljesítmény, mint fenntartó, fenntartói szerepkörben az adott intézményekkel való együttműködés alapján kristályosítja ki. Folytatódhat egyébként még a modellváltás, vagy ezt most már egy ilyen lezárt vagy lezárult folyamatnak tekinthetjük? Ugye például a Műszaki Egyetem esetében talán egy évvel, másfél évvel ezelőtt volt szó arról, hogy talán ott is fontolgatják, hogy volt egyfajta gondolkodás arról, hogy, hogy talán ők is alapítványi fenntartásba kerülnek. Ez ugye nyilván az Egyetemi Szenátus döntése és az ő hatásköre, de úgy tűnik, hogy most, mintha ez a modellváltási folyamat lezárult volna Magyarországon. Hát, tulajdonképpen visszakanyarodunk egy kicsit az unió kérdésköréhez, hiszen mi folyamatosan azt mondtuk, hogy ott, ahol egy adott egyetem autonóm vezető testülete, azaz a szenátusa nagy többség mellett dönt arról, hogy modellváltást kezdeményez, ott ezt a kormány megvizsgálja. A állami ö, fenntartású intézmények esetében a szenátusok ilyen döntést nem hoztak. Abban az esetben, hogyha a szenátusok döntése ebbe az irányba megy, akkor, ahogy előbb említettem, és hogy eddig is ez történt, a kormány, megvizsgálja ezt a kérdéskört, természetesen az egyetemek bevonásával, folyamatos együttműködésével. Egyetemválasztásról beszélgettünk például itt az edukáció, oktatási szakkiállítás kapcsán is, és azért az elmúlt években volt egy meglehetősen erős tendencia, hogy nagyon jó képességű, tehetséges diákok előszeretettel választottak külföldi egyetemet, ha ezt mondjuk megtehették, és a finanszírozás ehhez rendelkezésre állt. Nemrégiben itt volt ugyanebben a műsorban vendégünk Takács előd a Corvinus Egyetem rektora, és többször beszélt arról, itt az arénában is beszélt arról, hogy csendes nemzeti tragédia a tehetséges diákok elvándorlása külföldi egyetemekre, és muszáj a legtehetségesebb diákokat itthon tartani. Érzékelhető még ez a külföldi egyetemek felé elmozdulás, vagy azért ez csökkenőben van ez a tendencia? Egyrészt ez egy nemzetközi tendencia, hogy, és ez egy Európai Uniós tendencia, hogy a, a hallgatók sokkal szabadabban választanak külföldi egyetemeket. Mi több, ha visszatérünk az Erasmusról, kifejezetten időszakosan egy-egy fél évre igen, csak hát az a nemzetközi, díja, és nemzetközi az cseret, az cseret, egy Vagy van olyan kifejezett ösztöndíja a magyar államnak, a stipendium peregrinum, ahol támogatja azt, hogy adott jó nagynevű külföldi intézményre járjon a hallgató, persze utána folytassa itthon a, a munkáját és majd tanulmányait. Szóval azt látjuk, hogy a modellváltással, a kibővülő finanszírozással, megvan az a lehetősége az intézményeknek, hogy a tehetséges hallgatókat itthon tartsák vagy hazavonzák. A végzett hallgatók esetében meg számos olyan kutatási ösztöndíjünk van, amely kutatási ösztöndíj a hazavonzást segít elő. Ezt mi abból próbáljuk megmérni, hogy a jelentkezett, de be nem iratkozott hallgatók aránya hogyan néz ki, mm. és ez megfordult, ez egy csökkenő tendenciát mutat. Nyilván külföldi hallgatók pedig választanak ugye Magyarországi Egyetemeket. Ha jól láttam, hogy a számokat akkor évről évre nő a külföldi hallgatóknak a száma. Most ez milyen nagyságrend? Van -e erre kimutatás? 40 ezer külföldi hallgatónk van, tehát a felsőoktatás 15 százalék. Ez szóval A növekvő, szóval. évről évre növekvő tendenciát mutat? A COVID-ban volt egy pici visszatorpanás, de visszaemelkedtünk. 2013-hoz képest 65%-kal nőtt a külföldi hallgatók száma a magyar felsőoktatásban, ami azt jelenti, hogy versenyképes jó a magyar felsőoktatás. Cél egyébként növelni a külföldi hallgatók számát, vagy ez is inkább a a, a az egyetemekre 2030-as célrendszer vonatkozásában a nemzetközi esítés az egy meghatározó folyamat, azaz a nemzetközi hallgatók létszáma nőjön. Jó nemzetközi hallgatók itt is maradhatnak Magyarországon kutatni, mm. dolgozni. Hát nyilván ez az egyetemek számára azért egy fontos bevételi lehetőség, vagy bevételi forrás. Természetesen, természet illetőleg a, a, magyar mobilitást is szeretnénk mm. növelni, természetesen úgy, hogy a fél évet követően aztán itthon folytassák mm. a hallgatók. Beszéltünk modellváltott egyetemekről, állami fenntartásban működő, továbbra is állami fenntartásban működő egyetemekről, kevesebb szó esik úgy általában az egyházi működtetésű felsőoktatási intézményekről, pedig hát itt is vannak jeles intézményeink, gondolok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, vagy a Károly Gáspán Református Egyetemre. Amikor ugye egy évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb, akkor említette, hogy egy új típusú finanszírozási modell indult el az egyházi működtetésű felsőoktatási intézményeknél is, vagy terben van ennek elindítása. Hogy állunk most ezzel? Révbe ért. Révbe ért. Tehát, hogy ö, ö, hasonló teljesítmény és minőség alapú finanszírozása van az egyházi fenntartási intézményeknek, azzal, hogy ott egy nagyon hangsúlyos jelen a társadalmi felelősségvállalás ezekben a, ezekben a megújított, szintén hat éves ö, finanszírozási szerződésekben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én az Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm szépen a beszélgetést.